Jó estét kívánok! Hát három nagyon rutinos vendégünk van ma este. Itt van Sándor Zsuzsa, volt tanácsvezető bíró, Kelpel Fónius Gábor, a Momentum politikusa és Kunce Gábor, az SZDSZ volt elnöke. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljöttek és itt vannak. És mielőtt az első témába belevágnánk, megmutatnánk önöknek a mai nap kérdését, mert hogy szavazhatnak még. Azt kérdeztük önöktől, hogy Magyarországon 5 euró az átlagos nettó órabér, amivel Európa sereghajtói között vagyunk, és a kérdésünk az lenne, hogy ön többet keres-e óránként 5 eurónál. Egyelőre a szavazás hát elég egyértelműenek tűnik, 15% igennel és 85% nemmel szavazott, de van még idő, a műsor második felében ezzel a témával is foglalkozunk majd. És most pedig valami egészen mással, lenne egy beugratós, eldöntendő kérdésem az elején, csak nagyon gyorsan. Nem tervezi senki, ugye, hogy esetleg valamelyik nap egy medencéből, vizes ruhában kijön, és bejelenti, hogy főpolgármester szeretne lenni. Ugye nem terveztek ilyesmit, vagy azért... Én még meggondolom. Meggondolod? Még meg. Mitől függ? Hát, hogy milyen idő lesz. Hogy milyen idő lesz. Oké. Többiek? Hú, ez nagyon, ez nagyon-nagyon egyértelmű volt. Innen még nem kaptam választ, bár ez már talán egy lefutott meccs, de azért... Vizes medence nem volt, de azért hirtelen értesült a közönség arról, hogy én megpróbáltam az előválasztáson elindulni. Hirtelen értesült, igen. Hát meglepetésként ért mindenkit, azt hiszem. Azért is kérdeztem ezt, mert tulajdonképpen az előválasztás után azt gondoltuk, hogy most már az ellenzéknek, tehát tudjuk azt, hogy ki az ellenzék főpolgármester jelöltje, de nem így történt, mert hogy van egy új jelentkező, Berki Krisztián személyében, sőt, még neki is akadt kihívója. Nézzük a részleteket, aztán ezzel kezdünk. Igen, indulok. Igen. Októberben én leszek Budapest következő főpolgármestere. Igen, csak én vagyok képes nyugdíjba küldeni Tallost. Igen, kelletek ti is. Együtt veletek megcsináljuk. Berki Budapestért. Tartsatok velem! Igen, indulok. Én leszek Budapest új főpolgármestere. Csak én tudom nyugdíjba küldeni Tarlót. Igen, te is kell lesz hozzá. Nem, de igen. A vendégek ahhoz képest elég rezzenéstelen arccal nézték végig a két bejátszást. Ugye a második bejátszás a Drávaszerdahelynek a polgármestere volt, aki kihívta Velki Krisztiánt, illetve mindenki mást, aki szeretne. Azért kérdeztem, hogy nem gondoltok-e arra, hogy esetleg még a medencéből így vizes ruhába. Szerintetek mi a jelentősége annak, hogy ő medencéből jön ki, és hogy vizes ruhában csinálta végig ezt az egész bejelentést? Gondolom előtte benyomott és beesett, és így rendbe jött a víztől, de ennél többet szerintem nem is érdemes róla beszélni. Az alpári az teljesen rendben van, ugye a paródia az rendben van. A baj az, hogy ide züllött a politika vagy a főpolgármesteri pozícióért való küzdelem, ami ugye az előválasztásnál komoly volt még. Most ki gondolja azt erről a ruhásról, hogy ő el fog indulni a választáson, és hogy egyáltalán 0,5%-nál is többet kapna. Ő ezzel most behelyezi magát megint a érdeklődés középpontjába, ez volt a célja, kár róla beszél. Hát ez egy média hack, akkor tulajdonképpen, hogy fölhívja a figyelmet magára, vagy mi ezzel? Hát ez egy vicc? Remélem, komoly... hogy csak az. Hát nem hiszem, hogy ő komolyan gondolná ezt, vagy ha igen, akkor nem merem mondani, hogy mi van itten a fejében. Ugye azt nyilatkozta, mert ugye kérdezték erről, és azt mondta, hogy már van egy kész csapata, egyébként senkivel nem egyeztet, mert hogy a budapestiekkel közösen alakítja ki a programját, és mondott még egy érdekeset, hogy a testnevelésből felmentettek társaságának kapálózásáról van szó, és ezért van szükség az ő indulására. Lelke rajta, tehát hogy őszintén szólva, én egyébként a felvezetőjében mondta, hogy ő egy ellenzéki jelölt lenne, ezt mondjuk így nem egészen értem, hogy miért gondoljuk, hogy ő ellenzéki jelölt. Mondom, úgy pozícionálta magát, hogy Tallós is lenne a szemben. Ezt értem, de szóval számomra ő azért így
abban a pozícióban, amit ő a celeb világban, mert én pénztáraknál sorban állva szoktam látni a címlapon ezt az embert, ugye egyébként a munkásságában nem vagyok elmélyedve, de azért én róla nem jutott eszembe, hogy ő ellenzéki lenne. És bizonyos értelemben azért felfogható ez úgy is, hogy ez egyfajta kísérlet arra valóban, hogy ezt az egész főpolgármester választást komolytalanná tegyék, és ez lehet reakció adott esetben arra, hogy a váratlanul sikeresnek bizonyult ez a korábban ki nem próbált főpolgármester jelölti előválasztás. Tehát, hogy ezt az ellenzéki közönség komolyan vette, sikerült kiválasztani egy olyan jelöltet, aki most alkalmasnak tűnik arra, hogy Tarlós Istvánt legyőzze, és szerintem azért inkább a hatalomnak áll elsősorban érdekében az, hogy ezt a választást komolytalan... Na de pont egy ilyen személyel, egy celebbel, ahogy van egy pont szerintem, ahol minél kínosabb, annál jobb. Meg, tehát szerintem lehet mögötte egy ilyen kalkulus is. Akkor Zsuzsától hagyd kérdezzem már, mert Belki Krisztiánról ugye tudjuk, hogy májusban például a bíróság elé állt, mert hogy az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények elkövetésével vádol egyébként további 63 elkövetőt is, ő pedig elismerte a bűnösségét, de azt mondta, hogy hát nem gondolja, hogy ez negatívan befolyásolná az ő indulását, de hogy ez jogilag ez megtehető, hogy valaki mondjuk egy ilyen háttérrel bejelentkezik főpolgármester jelöltnek? Hát az az érdekesség, hogy se a parlamenti képviselőknél, se az önkormányzati képviselőknél nem kell erkölcsi bizonyítvány. Ugye az erkölcsi bizonyítvány az, ami a hétköznapi életben a büntetlenségét igazolja. Egyik jogszabályban sincs előírva. Tehát semmi akadálya nincs, hogy az, aki ellen folyik a büntető eljárás, ugye ítélet még nincs ebben az ügyben sem, jó darabig nem is lesz, ahol 63 vádlott van, még akkor sem, illetve hát esetleg egyes részeiben igen, hogyha ilyen előzetes előkészítő ülésen itt kvázi megegyeznek, vagy úgymond vádalkut kötnek, de semmi nem zárja ki, hogy valaki bejelentkezzen is. Tehát nem okoz az problémát, hogy neki mondjuk egy ilyen háttere van. És attól tartok, hogy itt nem jogról van szó, hanem a gondolkodásról. Tehát, hogy nem okoz problémát az, hogy valaki ellen büntető eljárás folyik. Ez egy jogon kívül is egy abszurdum tulajdonképpen. És mi a vélemény a paródiáról? Ott volt az első mosolya Kuncze Gábor arcán, addig teljesen rezzenést olyan arccal nézte. Az megmutatta, hogy hogyan kell kezelni ezt az egészet. Nem lehet komoszal, az eddigiek alapján, mert megvan a csapata, gondolom, vagy Bulvárkund, vagy a Bakonyi Betyársobri József lesz a kampányfőnöke, de ezt nem lehet komolyan venni, és ez a Alpár nevű polgármester ez nagyon szépen rendezte. Tényleg ennyit ér. És enyhítheti esetleg? Már ugye beszéltünk arról, hogy esetleg hiteltelenítés lehet a célja mondjuk egy ilyen indulásnak, szóval ez a típusú reakció már, mint a paródia készítés, szerintem ez most kiütötte. Kiütötte? Nem tud elindulni. Hát egyszerűen most ki fog elmenni a gyűlésre, vagy mondjuk mit ír a szórólapjára, hogy olyan hülye vagyok, hogy még a medencében is ingben, meg hosszonadrágban járok, és akkor én leszel. Nem, ez kész. Ez kár róla beszélni tovább. És akkor csak még egy kérdést azért, hogy elindíthat esetleg ez egy folyamatot? Mit gondoltok? Szóval már olyan értelemben, hogy itt ugye egy polgármester jelezte ezt a poén, de most itt sokan arra számítanak, hogy itt akár egy további reakció is jöhet ebből. Hát nem, ez nem az a vizes pólós, öntögetős cucc, bár itt is ott egy ló ment a háttérbe, ugye a főpolgármester jelölt, mint egy kutya áthúzott, de nem, az egy jótékony kezdeményezés volt, ami aztán önmaga paródiájába ment át. Ez a paródia, ez már nem kell, hogy paródiába menjen, ez magába megáll. És szerintem ebből nem lesz mozgalom. Nem, hát azért látszik, hogy ez az ember milyen millióból jön. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ezeknek a bulvárhíreknek a fogyasztói, azért mégiscsak ezt az embert kellőképpen beárazzák abba a szerepbe, amiben ő definiálta magát.
Ehhez képest szerintem Budapest polgárai a főpolgármester választást viszont különböző tétekkel ugyan, de felruházzák és komolyan veszik. Tehát én nem hiszem, hogy ebből egy ilyen típusú nevetségverseny jön neki. Az más kérdés, hogy hány induló lesz végül a főpolgármester választáson, tehát hogy például Puzsér Robert elindul-e, vagy tényleg az a helyzet lesz, hogy előáll az, hogy Karácsony Gergely és Tarlós István kettesben mérkőznek meg, de ezek a komolytalan dolgok szerintem nem fognak rendszert alkotni. Akkor folytassuk a következő témánkkal, ami hát kérdés, hogy mennyire komolytalan vagy nem komolytalan, méghozzá a Nap képe következik, már is mutatjuk önöknek, amelyen Orbán Viktort és Simonka Györgyöt láthatják a Karmelita Kolostorban a költségvetés elfogadásakor rendezett fogadáson. Bár a képen konkrétan nem látszik, de az fontos lesz, hogy ők egyébként kocintottak. Egyébként pont Simonka György posztolta ezeket a képeket a Facebookra. Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője tett fel írásbeli kérdést Orbán Viktornak, mert hogy azt szerette volna megtudni, hogy miért tartotta fontosnak hivatalában fogadni Simonka Györgyöt. A kérdésre a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára Dömötör Csaba válaszolt. Azt írta, hogy a miniszterelnök az összes mandátummal rendelkező kormánypárti képviselőt meghívta az említett vacsorára a költségvetés elfogadása alkalmában, itt van szó a kocintásról, és azt is hozzátette, hogy olyan költségvetésről van szó, amely jól szolgálja Magyarország további erősödését, több pénz jut családokra, biztonságra, adócsökkentésre is folytatódnak. Sajnáljuk, hogy önök nem támogatták ezt a költségvetést, egész pontosan ez állt a válaszban, és ugye a kérdés az azért fontos, mert hogy Simonka Györgyöt szintén ugye az ügyészség bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolja, ez már lassan egy bejáratott szép mondatom lesz. Igen. Szóval, hogy van akkor ez, hogy a miniszterelnök kocint egy ilyen képviselővel? Azt ugye azt mondta a szóvivő, vagy nem tudom ki, aki itt nyilatkozott. Államtitkár. Államtitkár, hogy az összes mandátummal rendelkező, és nem tett kivételt, hogy azok, akiknek fel van, vagy az, akinek fel van függesztve a mandátuma, az miért ne kocinthatna. Hát Simonkát most már egy jó ideje próbálják aszalni ezt a problémát, nem tudok másképp, hát ez a büntető eljárás, ez olyan döcögve halad, hogy rossz nézni, és nem gondolom, hogy éppen azért, mert annyira elfoglalt a nyomozóhatóság, vagy az ügyészség, hogy ez akadályozza meg, hogy ez az eljárás, ha jól tudom, több mint fél éve már fel van függesztve a mentelmi joga, úgyhogy ez alatt nem lehet. Ez mégiscsak híre volt annak, hogy folyik ellene ez az eljárás. Tehát a miniszterelnöknek, ha úgy naivan gondolnánk, azért csak meg kellene gondolni, nem, hogy mondjuk akkor kocint-e vele, vagy mindenkivel kocint, tehát hogy nem kellene ezt politikai szempontból átgondolni, vagy nincs ma már ennek jelentőség. Lehet, hogy a képen ugye nem tudjuk, lehet, hogy azt mondta neki, hogy szégyeld magad. Ez igaz, ezt nem vettem számításba valóban. Egy kicsit ezt a kört, mert emlékszem, hogy 1990-ben Antal József fel akart éleszteni egy régi szokást, hogy a költségvetés elfogadását követően a képviselők kocintanak egyet, hiszen az országnak van költségvetése. És ezért az összes országgyűlési képviselőt meghívta a vadászterembe egy kocintásra. Hát én mentem el talán egyedül az ellenzékből, és eléggé kinéztek. És aztán többet a miniszterelnök nem is kísérletezett ezzel. Most ott tartunk, hogy a kormánypárti képviselőket meghívjuk egy vacsorára, a többiek meg nem érdekesek. Ugye a Dömötör Csaba válaszában az van, hogy szégyeljék magukat, hogy miért nem szavazták meg a költségvetést. A Fidesz 90 és 2010 között 16 évig volt ellenzékben, 4 évig kormányon, ellenzékben soha nem szavazott meg költségvetést, mint ahogy egyébként az ellenzékiek, miután ők egy alternatívát akarnak felmutatni, ezért nyújtanak be módosítókat, ezért vitatkoznak, nem szokták megszavazni a költségvetést, csak ezzel együtt, amikor az országnak már van egy költségvetés, annak azért lehetne örülni. Na most, ami meg hát Simonkát illeti, miniszterelnök szíve joga, hogy
a Simonkával fényképezkedik, aki néhány 10 vagy 100 millióban sáros, vagy azokkal, akik 50-100 milliárddal károsították már meg az országot. Simonka egyébként nincs elítélve, tehát egyelőre ártatlanság vélelme működik, országgyűlési képviselő meghívhatta. Tehát nincs ebben különösebb... Hát ügyesebb... Meg lehetne így is magyarázni. Igen, hát vagy. Így is lehet, persze, jó, hát ugye azt megtette volna, hogy elkerüli, hogy fénykép készüljön, mert később akár elítélik, akár felmentik, ez a fénykép még elő fog kerülni. Én a mostani kiírást, ami mostan a képernyő alján van, én ezt fontosnak tartom, hogy Simonkával is kocintott a miniszterelnök. Tehát, hogyha jól értem ennek a képnek a keletkezési körülményeit, akkor itt egyidejűleg volt ott az összes képviselő egy fogadáson. Én egyetértenék Kuncze Gáborral abban, hogy ez a miniszterelnöknek, vagy egy kultúra kérdése, hogy mit teszünk azzal az emberrel, akiről felmerül a gyanú, már olyan mértékben egyébként, hogy a Fidesz is egyébként szokatlan módon elkezdte elengedni a kezét. Tehát nem szokásos az, hogy a Fidesz gyakorló országgyűlési, hivatalban lévő országgyűlési képviselőjének a mentelmi jogának a felfüggesztéséhez hozzájárul, megengedi, hogy a büntető eljárás meginduljon, és ez Simonka György esetén megtörtént, elkezdődött egy eljárás. Én azt hiszem, hogy ez a Fideszt valamilyen módon minősíti, és a miniszterelnöknek a kultúráját is valamilyen módon minősíti, hogy nem kerüli el ezt a találkozást, hozzájárul egy ilyen képnek a... Ugyanakkor, ugye az is felvetődött, hogy esetleges törvénymódosítás is felmerült annak érdekében, hogy a bűnszervezetben elkövetett cselekményeket hogyan és milyen formában lehessen büntetni, és sokan azt mondták, hogy lehet, hogy ez már maga Alex Simonka. Azért ebben én nem lennék ilyen biztos, mert hogy a költségvetési törvényben módosítják a BTK-t, az önmagában felháborító. Egyszerűen szakmailag, szóval ez borzasztó, hogy a gyakorló jogász, az, aki mondjuk büntetőjoggal foglalkozik, az miért bogarászná a több száz oldalas költségvetési törvényt. De hát ezt már kezdjük megszokni, hogy ide-oda eldugdosnak módosításokat. Ha ez Simonkára igaz, akkor Ceglédi Csabára is igaz. Tehát én ezt nem látom, hogy ez személyhez kötött dolog lenne. Az kétségtelen, hogy a bizonyítást meg fogja nehezíteni. Végül is két olyan szót raktak bele a törvény szövegébe, amit nagyon nehéz bizonyítani. Az egyiket talán könnyebb, hogy hierarchikus szervezet van, és ezt fel kell tárni. A másik pedig ez a konspiráció. Hát a konspirációnak pont az a lényege, hogy azt elég nehéz feltárni, tehát megnehezíti a bizonyítást. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy miután a bűnszervezethez olyan sok súlyos következmény társul a BTK-ba, hogy talán nem baj az, hogyha megpróbálják ezt még precízebbé tenni, mint ahogy eddig volt. Annyit tennék hozzá, hogy én olvastam egy viszonylag érdekes okfejtést a Facebookon az Érsik Sándornak a tollából, aki így egyrészt hangsúlyozza azt, hogy ez a definíció, amit most vezetnek be, ez nem valami fajta újdonság, hanem bizonyos értelemben visszamutat a 2002 előtti definícióra, és hogy ez valamilyen értelemben egyértelműsítené ezt a bűnszervezetben elkövetettséget, ami ennek egy korábban az ő állítása szerint kicsit elmosódó volt a definíciója. Hát annyi volt csak a bocsánat, hogy összehangoltan, igen, tehát igen, ahelyett rakták be ezt a képviselőt. Amit én viszont hozzátennék, hogy a sajtó szerintem ebben meglehetősen lustán reagált ebben a kérdésben, tehát hogy valóban szörnyetek dolog, hogy ezt a költségvetésbe rejtik el, de hogy mindig csak a nagyon egyszerű megfejtésekre, tehát Simonkáról előkerült egy fénykép, most éppen megkönnyítik a bűnszervezet, vagy megnehezítik a bűnszervezet definícióját, akkor a kettő között összefüggés van, és csak ez az oka a módosításnak. De szerintem azért a magyar sajtó sokkal többet tehetne azért, hogy átláthatóbb legyen az, hogy mi történik a magyar politikai spektrumban, hogyha nem mindig csak az egyszerű megfejtés. Igen, azért a sajtó elég komolyan feltárta a Simonka Györgynek a ténykedését. De ez egy lusta összefüggés. Hát épp hogy az ellenzéki képviselők tehetnének tulajdonképpen akár többet is az ügyben. Hát minden esetre volt egy MSZP-s képviselő,
aki valami 80 millióval nem tudott elszámolni, aztán a végén 50 milliót visszafizetett, maradt 30 millió, és bűnszervezetben elkövetett csalás miatt 8 évre ítélték őt. Na most ebben az esetben, ugye, amikor az aláfölé rendeltséget bizonyítani kell, akkor én megkérdezem azért, hogy aláfölé rendeltségi viszony van-e a képviselő között, aki azt mondja a polgármesternek, hogy én szerzek nektek pénzt, de a 20%-a vagy a vállalkozónak, szerzek nektek pénzt, de a 20%-át visszakérem. Van-e aláfölé rendeltségi viszony? Itt kell sajnos befejeznünk, reklámoznunk kell, de ígérem, hogy már is folytatjuk. Egy pici türelmet kérek önöktől, és pillanatokon belül folytatjuk. Már is folytatjuk tehát a Naphírét, és a reklám előtt Hunce Gáborba kellett, hogy folytsam a szót, éppen Simonka Györgyről és Orbán Viktorról beszélgettünk, illetve az ő kocintásukról, és itt a 20, azt hiszem, hogy pont a 20%-nál kellett, hogy megszakítsam a mondatot. Igen, szóval azt kezdtem el, hogy van ez a három feltétel, ami most bekerült a költségvetési törvénybe, a büntető törvénykönyvbe, hogy az aláfölé rendeltségi viszony bizonyítani kell. Hát milyen aláfölé rendeltségi viszony van a országgyűlési képviselő meg a vállalkozó vagy a polgármester között, mert hogy nincsen. Lehet, hogy a társadalmi hierarchiában másról helyezkednek el, de ez nem aláfölé rendeltségi viszony. Ugye a második feltétel, hogy együtt dolgoznak. Na most az, hogy elintézem, hogy nyerjen a pályázatod, az 20%-ot? Igen. Ennyit dolgoztunk, és utána, tehát ez is egy érdekes történet lesz, és hát a harmadik pedig a konspiráció, hát az meg azért konspiráció, hogy ne tudjanak róla, és ha a három feltételnek teljesülnie kell, akkor itt nem nagyon lesz bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekmény, bár hozzá szeretném tenni azért, hogy ezt a maffiaszerű bűnözésre találták ki igazán, és nem pedig az ilyen jellegű ügyekre, mert itt föl lehet tárni, hogy mi történt, és kellően szigorú büntetés lehet alkalmazni, ugye a bűnszervezet az talán annyi, hogy dupláját kell kiszabni a büntetés. Igen, erősen egész 25 évig maximum fölmehet a büntetési tétel, és egyébként is egy csomó minden hátránya van, tehát szigorú megítés, fegyház, nem lehet feltétel szabadságra bocsátani. Tehát nagyon sok minden függ, de ez a bűnszervezet, a bűnszövetséghez még nem nyúltak hozzá, de akár az is lehet. Na, folytassuk akkor egy újabb témával, méghozzá a nap kérdésével. Ígértem önöknek, hogy ezzel folytatjuk a reklám után. Azt kérdeztük ma önöktől, hogy Magyarországon 5 euró az átlagos nettó órabér, amivel Európa sereghajtói között vagyunk, és azt kérdeztük önöktől, hogy ön többet keresse óránként 5 eurónál, és picit módosult a műsor kezdetéhez képest az állás, mert hogy 14% igennel és 86% pedig nemmel szavazott, hát ennek ellenére azért elég egyértelmű ez az eredmény. A nap, mondjuk el hozzá, hogy az OECD jelentésről van szó, mert hogy a legfrissebb adatok szerint 2018-ban egy magyar alkalmazott 1741 munkaórát dolgozott, és nagyjából ennyit töltöttek egyébként tavaly is a munkahelyükön. A többiekkel összehasonlítva viszont a fizetések vonatkozásában ugye jóval nagyobbak a különbségek, pedig egyébként európai viszonylatban a magyarok a hatodik legdolgosabb népnek számítanak, és aztán úgy jött ki ez a szám, hogyha a béreket elosztjuk a ledolgozott munkaórákkal, akkor így kapjuk meg ezt a bizonyos átlagos órabért. Ez Magyarország esetében a már említett 5 euró, aminél kisebb órabérre nincs példa Európában, szóval ez a legkisebb. Hogy lehetséges ez szerintetek? Hogy mi állhat ennek a hátterében? Hogy minden olyan olcsó, kezdve a lakásoktól, a lakásbérléstől, az élelmiszertől, hogy igazán nem is kell több pénz. Ez pont elég mindenre. Hát nevetséges. Tehát ez egy olyan nevetséges összeg, különösen hát összehasonlítva ebbe a táblázatba, hogy melyik országba mennyi vagy hány euró egy óra munkájának az ára. Egyébként ez most nem olyan, de úgy szokták összehasonlítani a fogyasztást és a béreket, hogy ha jól tudom, egy hamburger. Tehát, hogy hány percet, órát kell dolgozni, ahhoz van egy ilyen általános összehasonlítás. Igen. Hogy egy hamburgerért hány percet kell dolgozni. Hát itt azért azt hiszem, még a hamburgerért is elég sokat kell dolgozni.
Hát, szóval egyrészt, ami azt a sok ledolgozott órát illeti, azért azt látni kell, hogy a németeknél ugye lényegesen alacsonyabb óraszámja, éves óra keret jön ki, mert nagyon elterjedt a részmunkaidős foglalkoztatás. És ugye ez leviszi az átlagos értéket, miközben egyébként nagyon sok embernek az sokkal jobb, mint mondjuk 8 órán keresztül fölösleges munkát végezni valami nagyon rossz bérért. Ugye a másik, amit ez a mutató mutat, ami régi problémája a magyar gazdaságnak, az a munkának a hatékonysága és a ennek megfelelő értéke, mert az örvendetes, hogy ennyi összeszerelő üzem ide jön Magyarországra, de azt látni kell, hogy ott nagyon kevés a hozzáadott érték. Olyan munka pedig, ami magas hozzáadott értékű, és ezzel növelné a magyar munkaerő értékét, olyan még nagyon kevés van, mert a magyar vállalkozók egyre kevésbé ruháznak be, és nagyon kevés jön be külföldről, pedig egyébként a szakképzettség, felkészültség meg lenne hozzá. Tehát ez az 5 eurós órabér, ami egyébként tényleg szégyenletes, ez mutatja, hogy milyen szerkezeti, súlyos szerkezeti problémái vannak a magyar gazdaságnak. Egyébként, ha jól emlékszem, a programban, az ön programjában benne is volt, nem? Hogy hozna be ilyen... Volt egy ambiciózus része a programnak, hogy jó sok fiatalt igyekezzünk hazahozni, és ehhez valóban az kellett, hogy ilyen világviszonylatban is korszerű dolgokat művelő cégeket tudjunk Budapestre csábítani, de szerintem egyébként nem csak az a fő probléma, hogy jelenleg milyen a szerkezete a magyar munkaerőnek, illetve a magyar gazdaságnak, hanem hogy olyan irányba megyünk el, hogy ez érdemben változzon. És sajnos az, amit látunk abban, ami az oktatásban történik például, aminek csak egy jele a legutóbbi történet a magántanulói, meg általában az alternatív oktatása, hanem ami a felső oktatásban történik, ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy hosszú távon sem leszünk képesek kitörni abból a pozícióból, amiben egyrészt a történelmi hagyományaink, másrészt pedig, tehát úgy értem, hogy a szocializmusból örökölt örökség miatt, másrészt pedig az azóta volt késlekedésünk miatt belekerültünk. Most Szijjártó Péter azt mondja, hogy a magyar gazdaság elemi érdeke, hogy alacsonyak legyenek az órabérek, mert hogy úgy tudunk idehozni befektetőket, és ez lehet, hogy el lehet fogadni arra, hogy most aktuálisan ez a helyzet, hogyha látjuk azt... De most tényleg egyébként... aktuálisan ez lenne a helyzet? Mert ugye azért ez sem mindegy. Azt gondolom, hogy igen, Magyarországon nincs annyi innovatív technológia, amivel kirángatnánk magunkat, az országot abból a helyzetből, amiben van, és egyébként pedig Európán belül az olcsóbbak közé tartozunk, de a világpiacon messze menően nem. Tehát, hogy mi azért nem csak Európával versengünk, hanem egy csomó olyan helyel, ahol még olcsóbb a munkaerő, mint nálunk. Igen, ehhez képest volt egy, ugye meg szoktuk hirdetni a Facebookon is, lehet szavazni, és az egyik kommentelőnk azt írta, hogy közalkalmazottként kicsivel több, mint 2 euró az órabérem, megélhetéshez kevés, éhen halni sok. Azért ez elgondol, közalkalmazottról van szó, és 2 euró. Igen, csak ugye azt akartam az előbb mondani, folytatva Gábor mondani valóját, hogy nézzük meg a finneket. Hát az oktatáson keresztül nagyon tudatos, kemény, 20 évig tartó munkával feljöttek odáig, hogy meg lehet nézni a munkabéreiket például, de nézzük meg az észteket, akik velünk együtt kezdték ugye a rendszerváltásot, és ők is itt hagytak már minket, és mi pedig valóban az oktatás tekintetében az ellenkező irányba megyünk, és ennek az lesz a következménye, hogy 20 év múlva is itt fognak keseregni a akkori hírmagyarázók azon, hogy hát hogy lett, hogy még mindig a sereghajtók vagyunk Európában. Az, és akkor ugye ebből következik az összes többi, mert ha az ország nem termeli meg a jövedelmeit, akkor nem tudja megbecsülni a polgárait, még a közszolgáit sem. Tehát akkor úgy látják, hogy hosszú távon nem várható változás, és hogy ez a tendencia, ez hát nagyon maradni nem, mert az oktatás a Tudományos Akadémiával kapcsolatban most ugye az intézeteknek a hogy mondjam, elvétele, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, mind abba az irányba hat, hogy itt nem az a cél, hogy egy innovatív társadalom felépüljön, vagy kialakuljon, hanem
az embernek az az érzése, hogy az a cél, hogy sok alacsonyan képzett, és nem tudom, hogy mondjam, tehát alacsonyan képzett, és olyan szakmákba kényszerítik be már a gyerekeket is, amilyen szakmák gyakorlatilag 20 év múlva már nem is lesznek. Tehát az a fajta fejlődés, ami felé megy a világ, azt itt nem lehet követni, sőt az iránya éppen ellenkező. Akkor ez már is átvezet minket a következő témákba, hogy merre felé megy a világ. Föld árverésekről lesz szó, az lesz a következő témánk, mert hogy Ágyán József, az Orbán kormány egykori vidékfejlesztési államtitkára elkészítette a jelentését Bács-Kiskun megye föld árveréseiről. Ezzel folytatjuk. A Bács-Kiskun megyei földárverések elemzése után is arra jutott Ágyán József, hogy sok esetben kormánybarát érdekeltségek erősödtek. Az egykori államtitkár, aki éppen családi gazdálkodók miatti aggodalma okán mondott le, legfrissebb jelentésében azt írja, több esetben is átlépték a földárverés törvényben megszabott határait, egy polgármester családja pedig egy csapásra vált földbirtokossá. Ágyán jelentései azt támasztják alá, hogy a 2012-2013-as állami földpályázatok utáni földárverések alapvetően nem változtatták meg a birtokszerkezeteket. A tulajdonosi kör átrendezésével ugyanakkor a kormány közeli érdekkörök erősödését szolgálták. A korábbi államtitkár szerint összességében a Bács-Kiskun megyei földprogram eredményei sem azt mutatják, hogy a családi gazdálkodók gyarapodtak az árveréseken. Ágyán József egyébként 2015 óta készíti a jelentéseit a Földet a Gazdák programról, és ez most a 10. jelentése, és a Bács-Kiskun megye azokkal az adatokkal, információkkal, amelyek elhangzottak, a középmezőnybe tartoznak. Elég súlyosak ezek az adatok. Hogyan értelmezitek, hogy látjátok? Hát, ugye ez mindenképpen egy nehéz kérdés. Ugye egyrészt ott laknak a falvakban azok az emberek, akik még talán tudnának családi gazdaságot működtetni kicsibe. Ugyanakkor másrészt a mezőgazdaságnak is problémája, hogy tud tőkét bevonni. Na most, hogyha arra gondolunk, hogy egy gazdaság, ha kellően fel van tőkésítve, hatékonyan képes termelni, és utána azt a jó minőségű terméket megfelelő áron tudja értékesíteni, akkor itt fölmerül a kérdés, hogy mire képes egy 5 hektár alatti családi gazdaság. Ugyanakkor másrészt a családi gazdaság az meg persze sok kézi munkával, de nagyon meg tudná találni a maga piacát a biogazdálkodás vagy más területen. Szóval az nem biztos, hogy nem működik, hogy a vidék Magyarországán a családi gazdaságok fogják megtermelni azt a terménymennyiséget, ami ellátja az országot, és még exportra is jut belőle. Úgyhogy azzal nincsen baj, ha egy tőkeerős vállalkozás a mezőgazdaságba fektet be, és ott csinál egy modern, jól működő gazdaságot. De a probléma azzal van, amikor a haverok meg a csókosok kapják a nagy területeket, őket is ki kell fizetni, ugye, valamilyen módon fönt mennek a 100 milliárdok, középen a 100 milliók, és hát ide is kell valamit csöpögtetni. Aztán végül jönnek a iskolaigazgatók, ugye utalok a budaörsi problémára, és ezek fölveszik az Európai Uniós támogatásokat, aztán körülbelül ennyit tettek hozzá a mezőgazdasághoz, de még nagyobb baj, hogy az ott megtermelődő nyereséget, ha van, azt kiveszik a mezőgazdaságból, és elviszik a faluról. És ez az igazi nagy problémája ma a vidék Magyarországának, és ezért van annyiban igaz a Ágyán Józsefnek, hogy azokat kellene helyzetbe hozni, akik ott vannak, akik ott élnek, és akik valóban ezzel szeretnének foglalkozni, és az megtermelt jövedelmet visszatennék a mezőgazdaságba. Hát igen, mert azok az adatok, amelyekről itt szó volt, azért nagyon nagy aránytalanságukról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk csak a kicsit nem tudnak mondjuk földhöz szerezni, hanem nagyon-nagyon rosszak az arányok. Hát itt közel a megyei földterületnek több mint 57%-át, 5600 hektárt, 43 nyertes árvevező tapta, tehát azért itt az arányok jelzésértékűek. Én azért azt gondolom, olvastam a HVG cikkét is erről, meg ebben a bejátszásban is, azért szerintem összecsúsznak egy kicsit a dolgok. Tehát egyrészt van egy politikai természetű vita, abban a tekintetben, hogy milyen birtok nagyság az, ami jó, és ebben
azt hiszem, hogy Ángyán József és a Fidesz eléggé különböző dolgokat mondanak. Szerintem megfogalmazódik Ángyán József részéről egy kritika abban a tekintetben is, hogy a Fidesz a családi gazdaságokról azért beszél, miközben más a gyakorlata. Harmadrészt pedig ebbe belecsúszik az, hogy van viszont egy csomó jogszerűtlenség. Tehát, hogy van egy, vannak olyan esetek, amikor a megpályázható, meg birtokolható földbirtok nagyságát meghaladó pályázatokat adnak oda valakiknek. De ugyanakkor pedig azért egy csomó olyan ember is van, aki a mezőgazdaságban dolgozott, és megérdemelten jutott ezekhez a földekhez. Tehát egy kicsit nekem artikulálatlan most erről a jelentésről szóló beszámoló. Sajnos le kell, hogy fújjam. Szerintem még nagyon sok mindent tudtunk volna erről beszélni. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak és elmondták a véleményüknek. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!